A mai történet Bell Gunness története. Egy norvég származású nő, aki Amerikában élt. Ott élt, ott alapított családot, és azon a farmon történtek a szörnyűségek, ahol a nő letelepedett. Bell a kívülállóknak egy magányos özvegyasszonynak tűnhetett, aki a 19. század végén és a 20. század elején az amerikai középnyugaton élt. De valójában sorozatgyilkos volt férjeket, gyermekeket, a saját gyermekeit, szeretőket ölt meg a pénzért. Egyes becslések szerint akár 40 áldozatot is megölhetett. Na de hogy miért tette? Egyedül tette? Mi történt a nővel? Nos, ezekre keressük a mai részben a válaszokat. A mai részt is 18 ben felülieknek ajánlott. Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a valódi bűnesetek. A mai rész tehát Bell Gunness története lesz. Először is ismerjük meg Belt. Bell Gunness Brinhild Polsdatter néven született 1859. november 11-én a norvégiai Szelbuban. Korai életéről keveset tudunk de valamilyen okból Ganesz úgy döntött, hogy Szelbuból Chicagóba emigrál 1881-ben. A nő ott találkozott első ismert áldozatával, a férjével, Metz Ditlev Anton Sorensonnal, aki ez 1884-ben ment feleségül. Közös életüket tragédia jellemezte. Ganes és Sorensson édességboltot nyitottak, de az hamarosan leégett. Négy közös gyermekük született, de ketten állítólag heveny vastagbélgyulladásban meghaltak. Ami furcsa, hogy ennek a betegségnek a tünetei nagyon hasonlítottak a mérgezésre. 1900-ban leégett a család otthona is, de ahogy az édességbolt esetében is történt, Ganes és Sorenson zsebre tudta tenni a biztosítási pénzt. Aztán 1900. július 30-án ismét tragédia történt. Sorenson hirtelen meghalt agyvérzésben. Furcsa módon ez a dátum Sorenson életbiztosításának utolsó napját, valamint új kötvényének első napját jelentette. Özvegy mint mindkét kötvényre beszedett, mai árfolyammal számolva kb. 150 ezer dollárt, amit csak aznap tehetett meg. Tehát ez a halál, mondhatni, a legjobb időben érkezett. Akkoriban senki sem hitte másnak ezt az egészet, mint egy tragikus véletlennek. Bell azt állította, hogy Sorenson fejfájással jött haza, és a nő kinint adott neki. A következő dolog, amit megtudott, a férje meghalt. Ezt a történetet mindenki elhitte neki. Bell elhagyta Chicago-t lányaival, Mirtillel és Lucyval, valamint a nevelt lányával, Jenny Olsennel. Ganeszt újonnan készpénzzel vásárolt egy 48 hektáros farmot az Indiana állambeli Laportban, és ott nekiállt az új életének. A szomszédok elég testesnek írták le a nőt. Azt mondták, nagyon masszív nő, aki hihetetlenül erős volt. Az egyik férfi, aki segített nekik beköltözni a házba, később azt állította, hogy látta, ahogy a nő egyedül megemeli az onkorát. Szintén hihetetlen, de a költözés alatt, amíg nem volt férfi a nő életében, addig Se a nőt, se az egész családot semmilyen szerencsétlenség nem érte. Azonban nem sokára az özvegy, Gunness, már nem volt özvegy. 1902. áprilisában hozzáment Peter Ganeshez. Furcsa módon úgy tűnt, hogy a tragédia ismét visszatér Bell életébe. Peternek egy korábbi kapcsolatából származó csecsemű lánya meghalt. Aztán Peter is meghalt. A férfi elvileg egy daráló áldozata lett, ugyanis az egy ingatag polcról pont a férfi fejére esett. A halott kém kicsit furcsának nevezte az esetet, de úgy vélte, hogy ez baleset volt. Ganeszt nagyon gyorsan felszerította a könnyeit, és beszette férje életbiztosítási kötvényét. Úgy tűnt, hogy csak egyetlen egy embernek tűnt föl, de ez furcsa szokása. Ez az egyetlen egy ember nem volt más, mint nevelt lánya, Jenny Olson. A lány az iskolában is azt mondta, hogy a mamám megölte az apámat. Elvileg Jenny látta, hogy Bel megütötte a férfit egy húsvágóval, és a férfi ebbe belehajt. Majd ezt a gyilkosságot próbálták átszázni egy furcsa balesettel. Elvileg Bel még meg is kérte Jennyt, hogy ne mondja el ezt egy léleknek sem. Jenny sajnos mivel beszélt az osztálytársainak, a lány eltűnt, nem sokkal ezután. A nevelőanya, azaz Bell, először azt állította, hogy Kaliforniába küldték iskolába a lányt. De évekkel később Jenny Hall testét Gunness lában találták meg. Felmerülhet a kérdés, hogy hogy lehetett akár 40 áldozata is belnek, hogyha egy 48 hektáros farmon élt állatokat tartott, hogy volt ideje férfiakat levadászni, hogy került kapcsolatba ennyi emberre? Nos, az 1800-as évek végén az emberek levelezés formájában ismerkedtek. Újságokban adtak föl hirdetést, ahol férjeket kerestek. Itt tett Bell is. Azt nem tudni, hogy pénzre volt szüksége, vagy kialakult benne a gyilkosság iránti vágy, de akárhogy is, kétszer megőzvegyült a nő, és ezután személyes hirdetéseket tett közzé norvég nyelvi újságokban, hogy új társat keressen. Az egyikben ezt lehetett olvasni. Kedves özvegyasszony, akinek egy nagy farmja van, Laport megye egyik legszebb kerületében, Indiana államban, szeretne megismerkedni egy hasonlóan jól szituált úriemberrel. A levélben küldött válaszokat nem veszem figyelembe, kivéve ha feladó hajlandó személyes látogatással követni a választ. Harold Schechter, Belganes rejtéje, az Emberek Mészárosa című filmírója, igazi krimiíró szerint Ganesz pontosan tudta, hogyan kell a farmjára csalogatni áldozatait. Herold azt mondja, hogy mint sok pszichopata, ő is nagyon ügyesen azonosította a potenciális áldozatokat. Ezek magányos férfiak voltak, legény emberek, sokan teljesen elszakadtak a családjuktól, akik ugye Norvégiában maradtak. A nő pedig elbűvölte őket az otthoni norvég konyha ígéretével, és nagyon csábító portrét festett le saját magáról, és arról az életről, hogy milyen lenne vele együtt élni. Azonban a férfiaknak, akik erre a farmra érkeztek, mégsem volt olyan életük, amit ígért nekik Bell. Ezek a férfiak telve reményen és több ezer dollárral érkeztek meg a farmra, majd nagyon rövid időn belül eltűntek. Ennek a nőnek volt egyetlen egy szerencsés túlélője is. Ő volt George Anderson. Ő szintén válaszolt a nőnek az újságban feladott hirdetésére, pénzzel és biszakodó szívvel érkezett meg Missouribon, a Ganesh Farmra. Ám egy éjszaka félelmetes látványra ébredt, ugyanis a nő ott állt az ágya fölé hajolva, és nagyon furcsa fejet vágott a nő. Egyfajta mohó arc kifejezésre utalt a férfi. George-nak nem kellett több, azonnal elment a farmról, soha többet nem tért oda-vissza, a későbbiekben, miután bel története kiderül, és hogy mit folytott a farmon, George nagyon szerencsés embernek mondhatta magát. Tehát Bell szedte áldozatait. A szomszédok észrevették, hogy a nő nagyon sok időt kezd tölteni a disznóulban éjszakánként. Úgy tűnt, hogy nagyon sok pénzt költ fatörzsekre is. A szemtanúk szerint ezeket úgy tudta felemelni, mint egy doboz májvacukrot. Mindeközben a férfiak folyamatosan jelentek meg a nő ajtajában, majd nyomtalanul tűntek el. Később az egyik farmer azt mondta a New York tribune -nek, hogy a nő folyamatosan férfi látogatókat fogadott. Majdnem minden héten más-más férfi jött a házba. Úgy mutatta be őket, mint Kansasből, Dél-Dakotából, Wisconsinból és Chicagóból érkezett unokatestvérek. Bell mindig ügyelt arra, hogy a gyerekek távol maradjanak az úgynevezett unokatestvéreitől. 1906-ban Bell kapcsolatba lépett végső áldozatával Andrew helgelien Egy minneapolis norvég nyelvi újságban találta meg a férfi a nő hirdetését. Nem sokkal később Gunnest és Helgelien romantikus hangvételű leveleket váltottak. A nő az egyik levelében azt írta, hogy annyira boldogok leszünk, ha egyszer ideérsz. A szívem volt elragadtatásban dobog érted. Andrew, szeretlek! Készülj fel arra, hogy örökre itt maradsz! Ez az utolsó mondat, hogy készülj fel arra, hogy örökre itt maradsz, ezt szinte minden egyes férfinak megírta a levelekben. A nő valóban végül is megmondta, hogy mi lesz az ő sorsuk, csak a férfiak valószínűleg, amikor az örök szót olvasták, nem erre gondoltak. Helgelien, mint más áldozatok előtte, úgy döntött, hogy megkockáztatja a szerelmet. 1908. január 3-án az Indiana állambeli laportba Bell költözött. Aztán ő is eltűnt. Elérkeztünk a nő bukásához, eltűnéséhez és halálához. Bell mindez ideig valamilyen okból, de elkerülte a gyanút. De miután Andrew Helgelien nem válaszolt a bátyja, azt leveleire, a férfi elkezdett aggódni, és válaszokat követett. Bell kitért. Azt írta hogy tudni szeretnéd, hol van a bátyád? Nos, ezt én is szeretném tudni, de szinte lehetetlennek tűnik, hogy határozott választ adjak rá. Felvetette a nő, hogy talán Andrew Chicagóba ment, vagy talán vissza Norvégiába. De úgy tűnt, hogy Aztól Helgelien ennek nem dől be. Folyamatosan erőfeszítéseket tett, hogy megkeresse az öccsét. Ezzel párhuzamosan problémákba is ütközött egy Ré Lamper nevű gazdálkodóval. A romantikus érzelmeket táplált a férfi a nő iránt, és neheztelt minden férfira, aki megjelent a Ganesz birtokon. Ganesznek és Ray-nek talán még volt is egy kapcsolata, de folyamatosan jelentek meg a különféle férfiak a farmon. A féltékeny dű végül akkor kapta el lámpát, amikor megérkezett Helgelien. 1908. április 27-én bel ügyvédhez ment Laportva. Elmondta neki, hogy kirúgta féltékeny farmerét Lampert, amitől a férfi megőrült. És Ganeszt azt is állította, hogy végrendeletet kell írnia, mert Lamper megfenyegette, Bell érdekes módon az ügyvédnek azt mondta, hogy az az ember arra törekszik, hogy elkapjon. Attól tartok, hogy egy éjszakán porigégeti a házam. Ezután ha a nő elhagyta az ügyvéd irodáját. Játékokat vásárolt a gyerekeinek, és két gallon petróleumot. Azon az éjszakán valaki felgyújtotta a nő parasztházát. A hatóságok megtalálták Dennis három gyermekének a holttestét a parasztház alaksorának elszenesedett romjai között. Találtak még egy fej nélküli női holttestet is, akiről először azt hitték, hogy Bell. Lampát gyorsan gyilkossággal és gyújtogatással vádolták meg. A rendőrség pedig elkezdte átkutatni a farm területét, remélve, hogy megtalálják Bell holttestének a fejét ekközben megérkezett Assel Hegelén is, ugyanis ő olvasott a farmon történt tűzről, és abban reménykedett, hogy megtalálja a testvérét, élve vagy holtan, de legalább pontot tehet az ügy végére. Hegelén segített a rendőröknek, a romoknak az átnézésében, már majdnem elment, amikor saját magát meggyőzte arról, hogy amíg nem találja meg andrew addig nem mehet el a farmról. Elkezdett kérdezősködni mind a farmon dolgozó farmerek között, mind a szomszédok között, hogy segítettek-e belnek mostanában bármilyen gödröt ásni a tavasz folyamán. És az egyik farmer pedig el is mondta, Ászölnek, hogy igen, Bell megkérte őt az egyik nap tavasszal, hogy nagyon sok új kis gödör keretkezett az ő farmján, és ez a szomszéd farmer legyen olyan kedves, és egyengesse el a gépével ezeket az új, friss földkupacokat. A farmer megmutatta, hogy hol voltak ezek a friss földkupacok, és ott rögtön elkezdtek ásni a rendőrök is, és Assel is. Nagyon sok földkupac amúgy a disznóolban volt. Elkezdtek ugye itt ásni, és legnagyobb rémületükre végül megtalálták Andrew Helgelien fejét, kezét és lábát egy zsákban. A további ásások borzalmasabb felfedezéseket hoztak. Két nap leforgása alatt a nyomozók összesen 11 zsákvászon zsákot találtak, amelyekben váltol lefelé karok és zsenészterűen csöpögő laza, húsba csomagolt emberi csontok voltak. A hatóságok nem tudták az összes holtestet azonosítani, de azonosítani tudták Jenny Olszent, Gunness nevelt lányát, aki elvileg Kaliforniába távozott. Hamarosan világosá vált, hogy Gunness áll jó néhány szörnyűséges bűncselekmény mögött. A fejezet bekezdésében Bel halálát kérdőjelesen mondtam. Nos, azért, mert a halálát rejtély övezi. Ugye a Fadmon talált szörnyű felfedezés híre elterjedt az egész országban. Az amerikai újságok belt a fekete a pokali belnek és a halál várának úrnőjének nevezték. Az újságírók horrorfarnak és a halálkátnek írták le az otthont. Kíváncsi bámészkodók lettek Laportba, amivel ez helyi és országos látványosságá is vált. Egészen addig a pontig mentek el, hogy az árusok a környéken fagylajtot, pattogatott kukoricát, süteményeket árultak, sőt még a nőről elnevezett különféle ételeket is, például ganasznyásat árultak a látogatóknak. A ganasznyás úgy nézhetett ki, mint a rablóhús. Azért ez egy elég morbid humor, hiszen egy disznó farmon történtek az áldozatoknak a megölése és elrejtése, és pont egy ilyen nyásat árulnak. Nagyon morbid. Még a lakosság, mint a látványosság látogatta a helyet, addig a hatóságok küzdöttek annak megállapításával, hogy a leégett parasztházban talált fej nélküli női holtest geneszthez tartozik, vagy sem. Bár a rendőrség talált egy fogsolt is a romok között, még mindig vita volt arról, hogy az most a női, vagy nem. Érdekes módon maga a holtest is túl kicsinek tűnt ahhoz, hogy a női legyen még az évtizedekkel később elvégzett DNS tesztek sem tudták egyértelműen megmondani, hogy a nő halt meg a tűzben, vagy nem. Végül Ray Lampert gyújtogatással vádolták meg, de gyilkossággal nem. A férfi azt mondta, hogy semmit sem tudok a bűnöző házáról. Persze dolgoztam egy ideig Mrs. Gunnessnak, de nem láttam, hogy bárkit is megölt volna. A halálos ágyán azonban Lampert megváltoztatta a vallomását beismerte egy raktársának, hogy ő is Genesz 42 férfi tölt meg együtt. A férfi volt az, aki beverte az áldozatoknak a fejét, felvágta a testüket, és zsákokba tette őket. Azt mondta, hogy én végeztem az ültetést is. Az ültetés alatt a holtestek elásására utalt. Lámper a Geneszhez fűződő kapcsolata és a farmján kitört tűz miatt került börtönbe. De valójában Lámper okozta a tüzet, és tényleg meghalt Ganesz a parasztház katasztrófájában. Évekkel Ganesz feltételezett halála után felröppent a plegyka, miszerint a nő csak meghamisította saját halálát, hogy elkerülje az esetleges elfogást, vagy talán egyszerűen új életet akart kezdeni, és újra szabadon akart ölni. Talán már Bell is érezte, hogy egyre gyanúsabbak a körülmények, és egyre több bizonyíték, egyre több nyom vezetne az ő farmjára. Ami még furcsa, hogy 1931-ben egy Esther Carlson nevű nőt letartóztattak Los Angelesben, mert megmérgezett egy norvég-amerikai férfit, és megpróbálta ellopni annak pénzét. A tárgyalásra várva tuberkulózisban meghalt a nő. Sokan azonban nem tudták nem észrevenni, hogy feltűnően hasonlít Ganesra, és még fényképe is volt olyan gyerekekről, akik nagyon hasonlítottak Belgenezt gyermekeire. Továbbra sem erősítették meg, hogy Belgenezt, mikor és hol halt meg. Ez az eset is nagyon furcsa, nagyon kegyetlen volt. De nagyon sok kérdést hagyott nyitva számomra, és szerintem számotokra is. Szerintetek bel okozta ezt az egész tüzet, hogy elfedje a nyomokat, hogy új életet kezdjen, vagy tényleg a szerető már nem bírta elviselni a számos férfi látogatót? Ti mit gondoltok erről? Kommentben írjátok meg. Köszönöm, hogy ezt a részt is meghallgattátok. Remélem a következő részben szintén itt lesztek. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!